Sziasztok! Ebben az angol leckében megtanulunk egy pár másképpen, hogy kell mondani, hogy egyet értesz valakivel. Tábla. Az első szó egyet értek. I agree. I agree. Mikor mondom angolul, mond utánam. Nekem ugyanaz az ötletem volt, hogy én pont ugyanerre gondoltam. I had the same idea. I had the same idea. I had, nekem volt, the same, ugyanaz, idea, ötlet. Ez pont amire gondoltam. That's just what I was thinking. Egy kicsit hosszú. That's just what I was thinking. That's just that, hogy az pont, that, that's just what I, amit én, was, boltba, thinking, gondoltam. Pont ezt gondoltam. Persze. Of course. Of course. Ez működhet. That works. That works. Hogy valaki mond a saját véleményét, és te ebben egyetértesz. That works. Így működne. Ez oké. Okay. Ez jól van. That's fine. That's fine. That az fine, hogy valami oké. Okay. Oké okay dolog. Nagy oké. Okay. Elmehet. Persze. Sure. Sure. Teljesen. Yeah, teljesen. Totally. Totally. Oh, persze. For sure. For sure. Ugyanaz a sure? Sure az olyan, oké, elmehet. Mehet. Működhet. For sure működhet. Hogy tuti, hogy fog működni. For sure. Természetesen. Definitely. Definitely. Ez egy kicsit hosszú. Definitely. Hosszú. Szóval ez volt pár szó, rövidített mondat, hogy kell egyet érteni valakivel. Hogy mondani neki, mit kell válaszolni, hogyha egyet értesz valakivel. Ha tetszett a videó, tudod lenni, mit kell csinálni.